A Rubeula FC Csömör együttesét győzte le január 4-én a Dunafer Duel Dutrade FC futsal csapata idegenben. Az első félidő 0-0-ás döntetlennel zárult, hiszen a helyzeteket egyik fél sem tudta értékesíteni. A második játék részben az ellenfél megszerezte az első gólt, később pedig Pál Patrik talált kapuba, ezzel egyenlítettek a dunaújvárosiak. A mérkőzés utolsó percei rendkívül izgalmassá váltak, mindössze 18 másodperc maradt, amikor Sáhó Kristóf eldöntötte a meccset. Így végül szoros, 2-1-es győzelmet aratott a Dunafer. A legfontosabb a győzelem, mint mindig. 2-1-re nyertünk, tényleg az utolsó pillanatban talán 19 másodperc volt hátra, akkor rúgtuk a győztes gólt. A mérkőzés képe egyébként olyan volt, hogy betoltuk őket, és rengeteg helyzetünk volt. Gólt nem sikerült rúgnunk, ezért sikerült ilyen szűkösre a vége, de a csapat szerintem jól játszott, a Zsolt edzőnk is azt mondta, hogy jól játszottunk, a helyzet kihasználással álltunk hadilában. Hát igen, és akkor mi volt ennek az oka, hogy csak a végén sikerült gólt szerezni, hogy aztán győzelem legyen belőle, vagy mi volt az oka annak, hogy aztán ilyen volt a játékképe? Hát személyesen azt mondanám erről, hogy olyan szezon elejé volt a formánk, tényleg megvoltak a lehetőségeink, talán 5 vagy 6 kapufát is rúgtunk, többször álltunk a kapussal szemben, mentünk létszámfölényes helyzetben, de valahogy nem sikerült a gól, és a végén váltottunk, 5-4-es játékra kockáztattunk, és ez bejött, és egy ilyen 5-4-es szituációból rúgtunk gólt üres kapura. Fehér Zsolt vezetőedző szerint csak a győzelem volt elfogadható a Csömör ellen, a csapat pedig teljesítette azt, amit elvárt tőlük. Mindenek előtt nagyon fontos volt az, hogy 3 pontot szerezzünk, hogy nagyon kevés idő volt a felkészülésre, mivel hogy már a január 4-én már mérkőzés kellett játszani, és 2 nap volt a felkészülésre. Egy nagyon nehéz mérkőzés volt, mert a csömöriek egy nagyon-nagyon fiatal garnitúra, akik nagyon csúsznak-másznak, hogy pontokat szereznek, hogy a sereghajtók voltak. Mindenki számára meglepetés az eredmény, mindenki azt várta el tőlünk, hogy nagy arányjal fogunk nyerni. Én óva intettem a srácokat, mert tudtam attól, hogy annak ellenére, hogy a Csömör az utolsó helyen áll, én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó erőkből álló csapat, és számomra meglepetés, hogy még most az utolsó helyen tanyáznak. A mérkőzés azt hozta, amit én vártam, és ugye a mérkőzés végén sikerült 18 másodperc alatt a vége alatt megszereznünk a vezetést, egy 5-4-es játékot a kapus le kellett vinnem ahhoz, hogy el tudjuk hozni onnan 3 pontot. Rizikó volt, mert ott ugye benne volt az is, hogy a labdavesztésnél berúgják, akkor ők nyernek, és akkor ez egy nagy blama lett volna, de hát meg kellett kockáztatnunk. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó mérkőzés volt. 64 gólszerzési lehetőségünk volt, a csömöri csapatnak 8. Ez is mutatja azt, hogy uraltuk a mérkőzést, a 3 pontnak viszont nagyon örülni kell. Együttesünk már készül a következő mérkőzésre. Január 11-én a Debrecen csapata érkezik városunkba. A Deac az egy nagyon jó csapat, ugye főleg hazai környezetben van nagyon-nagyon sok skalpot, már elvettek azoktól a csapatoktól, akiktől nem volt várt az a dolog, hogy ott elvéreznek. Ez köszönhető annak is, hogy náluk van a mondhatni azt csúnya szóval, hogy egy nagyon rossz talaj, ami lassítja a játékot. Számukra jó, mert ők mindig azon edzenek, viszont mi így, hogy parkettáról oda megyünk, akkor kell azért mindig egy fél idő, hogy ott összeszedjük magunkat. Egy jó csapat, jó erőkből áll, fiatalok ők is, úgy, mint szintén a csömöri csapat, mint az imént említettem. Ott sikerült nyernünk, mondhatni azt, hogy nagy arányba, egy jó mérkőzésen. Nincs más lehetőségünk, csak a győzelem, hogyha szeretnénk életbe tartani azt, hogy a második vagy a harmadik helyen az alapszakaszban végezzünk, és elkerüljük a mondhatni azt, hogy a bajnokság legerősebb csapatát, a Berettyóújfalut, mert ugye akkor nem egy csoportban fogunk velük majd játszani. Mindenféleképpen arra számítok, hogy egy jó mérkőzés lesz, egy nagyon kemény találkozó, de itthon fogjuk tartani a 3 pontot, mert nem engedhetjük ki a kezünkből most már a sorsunkat. Sajnos, hogy nagyobb lehetőségünk volt arra, hogy a második, harmadik helyen bemenjünk, de ezek a mérkőzések fontosak ahhoz, hogy elérjük céljainkat. Ahogy jönnek itt a mérkőzések sorra, mi az, amit előtte szokott kérni a csapattól, a fiúktól, mire figyeljenek oda, vagy esetleg az edzésekkel mi az, amit jobban szoktak gyakorolni? Hát a legfontosabb az edzésmunka. Ugye, aki ismer engem, meg tudja azt, hogy a munkába hiszek csak. Ez a mai nap folyamán meg is történt, hiszen hál' Istennek a délelőtt is volt már egy edzésünk, ahol mind egyéni képzés, mind pedig pontrugásokat tudtunk gyakorolni. Csak akkor fogunk tudni eredményesek lenni a bajnokság végén, hogyha még keményebben edzünk, még ennél is, mint ahogy most edzettünk. Mert azt látni lehet, hogy az első 4 csapat, aki most jelen pillanatban a tabellán az első 4 helyezést elfoglalja, ott nyolcok döntenek.
akár látván ugye itt a legutóbbi mérkőzés itthon a Berettyói falon, akkor 4-4 játszottunk, vagy Veszprémbe, de épp hogy ugye kikaptunk egy góllal, itt a Veszprémet megvertük 2 góllal. Sajnos a szombathelyi mérkőzés nem úgy sikerült, mind a hazai, mind pedig az idegenbeli, ahogy azt elterveztük. Ezért gondolom azt, hogy ha nem is tudunk olyan játékost igazolni, aki nagyban befolyásolna a mérkőzést, illetve a bajnokságnak a végeredményét, akkor mindenféleképpen a munkába kell hinni, és így fogunk dolgozni, akár a mai edzésen is már. A Debrecen csapata elleni mérkőzés január 11-én lesz 19 órától a Dunaújvárosi Sportcsarnokban.